Tamás és Tamási és Irekszemcse között találhattuk meg ezt a csodálatos horgász tavat, tele kis faházakkal, mindenkinek saját egyéni faháza van. Viszonylag most kellemes az idő, csodálatos. Most nézzük meg, most itt ki tudtunk jönni egy stégre, amúgy le vannak zárva. Nézzük csak, de gyönyörű. Ez egy meglehetősen nagy horgásztó, csodálatos kis faházakkal. Mint látjuk, szinte komfortosak. Ezt nagyon-nagyon-nagyon régen már láttam annak idején, és össze is téveszettem egy másik tóval. És nézzük meg, milyen szép. Csónakok, és itt mondtam, komfortosak. Tehát nyáron biztos, hogy laknak itt, jól teszik. Most kisütött a napocska. Csodálatosan fénylik. Szembe fölöttünk a nap. Sajnos teljesen az elejére nem tudok eljutni, mert le van zárva az út. Itt tudtunk csak bejönni. Gyönyörű. Csend és nyugalom. Még az ősz színei nem látszanak. Október eleje van pedig. Gyönyörű. Szerettem volna ott legelő, most amerre fordulok, onnan bejönni, megmutatni onnan, hogy milyen hosszú, de sajnos teljessége le van zárva. Úgyhogy itt is csak, itt tudtunk feljönni, itt tudtam lejönni, hogy megmutassam ezt a horgásztavat, ami Irekszemcse és Tamási között helyezkedik el. Gyönyörű, gyönyörű. Arra egy kicsit sötétebb az égbolt. Szélére nem akarok kimenni nagyon, mert hát hátra belepottyanok. De mint lehet látni, lakályos minden. Nagyon édes. Nézzük meg, milyen aranyos. Igazán. Még gázpalackos is van bevezetve, nagyon jó, ötletes. És természetesen ezt a területet őr is védi. Hát további szép napot kívánok mindenkinek, Irekszemcse és Tamási között, Sárvári Gyuláné. Viszont látásra!